Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm Önöket! Programajánlomból megtudhatják, hogy milyen események teszik még meghittebbé az adventi készülődést, boldogabbá a karácsonyi ünnepeket. Adventi várakozás Tapolcán a főtéren. Adventől Viszkeresztig. A december 1-től január 6-ig tartó időszakban szeretettel várnak mindenkit a főtére, ahol a szabadtéri Betlehem mellett az adventi várakozás rendezvénysorozat programjaival szeretnék ünnepélyesebbé varázsolni a karácsonyi készülődést december 15-én, advent harmadik vasárnapján színes programok mellett a belvárosi üzletek egésznapos nyitvatartással, egyedi akciókkal várják az érdeklődőket. Továbbá kézműves játszóházak, fanyűvő játékpark, kosárhinta, állatsimogató gondoskodik a gyerekek jó kedvéről. 14 órakor forralbor főző verseny kezdete a főtéren. 14 óra 30 perctől karácsonyi műsor az Életlehetőség Szociális Nappali Intézmény fiataljai előadásában. 15 órától Lucázás a Kazinci Ferenc tagintézmény 5. osztályosaival, Jazz Karácsony. 16 órakor a harmadik adventi gyertya gyújtása a Szent Háromság szobornál. A Nagy Boldogasszony Római Katolikus Általános Iskola második osztályosai népi Betlehemet adnak elő. 16 óra 30 perctől forralbor főző verseny eredményhirdetése, majd pedig tündérfátyol gyermekkoncert. 17 órától ünnepi tűzsó, ezüst vasárnap a belvárosban egész nap nyitva tartó üzletek, egyedi akciók. 17 órától Beregszászi Olga Szerelmem Magyarország című zenés estje a Református templomban Ács János halálának 5. évfordulója alkalmából december 22-én, advent 4. vasárnapján mindenki karácsonya. 16 óra 30 perctől Bar Country, 17 órától 4. adventi gyertyagyújtás. Ünnepi beszédet mond Sági István alpolgármester. Közreműködnek a történelmi egyházak képviselői. 17 óra 30 perctől ugyancsak a Varnyú Country koncertjére szórakozhatunk, majd 18 órakor a rézangyalok szolgáltatják a térzenét. December 24-én déltben kis karácsony. Legyen vendégünk egy tál meleg ételre. A fonográf emlékzenekar bemutatja. Fonográf dalok és népzene, karácsonyi koncert. December 13-án pénteken 19 órai kezdettel Tapolcán a Tamási Áramművédési Központban. Vendég, német Oszkár, a fonográf együttes legendás dobosa, valamint a harangláb népzenei együttes, Schreiner Jenő vezetésével továbbá, Majer István és Őri Ádám. Jegyek a Tamási Áramművédési Központban vásárolhatók, elővételben 900, az előadás napján 1200 forintos áron. Sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt és süteménykedvelőt a Voke Bacsányi János művelési és oktatási központba, december 14-én szombaton 14 és 18 óra között megrendezésre kerülő jótékonysági sütivására. A vásárban cukrászati és házi süteményeket, édes és sós finomságokat lehet vásárolni. A befolyt összeget a Tapolcai Hajléktalanokért Alapítvány számára ajánlják fel. A süti vásár időtartam alatt kézműves játszóházba várják a gyerekeket és a kedves szülőket. A vásárt kísérő programok színesítik. 15 órakor a Bacsányi Népdalkör, 16 órakor a Gyermekek Kórusa, 17 órakor a tördemit Néptánc Együttes műsora látható. Mézes mázos, mézes kalát, sütő, verseny és kiállítás. A kiállítás mennyitója és értékelése december 16-án, 18 órakor a Tamási Áron Művelési Központban kerül megrendezésre. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak dr. Barsi Balázs a Betlehemi Kisdad Jászolánál című adventi elmélkedésére december 16-án, hétfőn 18 órakor a Vuke Bacsányi János Művelési és Oktatási Központba. Gastroversenyek tapolcán, 4. szilveszteri malomtóúszás. December 29-én évvégi malackodás Szőke Andrással a tóparton. 9 órától kolbásztöltő verseny játékos feladatokkal. Csapatok jelentkezését várják a Városi Moziban és a Csermák József rendezvénycsarnokban. December 31-én 11 órától 4. szilveszteri malomtóúszás. 21. Sirília Györgyel a tapolcai malomtóban. Regisztráció a www.tapolcacsarnok.hu oldalon. Falu Karácsony hegymagason, december 14-én szombaton a hegymagasi kultúrházban és az udvarán. 16 órakor megnyitó ünnepi beszédet mond Sallé Barbara polgármester. Hegymagasi gyermekek karácsonyi műsora, közös gyertyajújtás. 16 óra 30 perckor Csobán Snape műsora. Karácsonyi dalok közös éneklése. 17 óra 30 perctől élő Betlehem a kultúrház udvarán. Megtekinthető a mindenki karácsonyi fája. Élő Betlehem gyermekeknek csacsi lovaglás és állatsimogató. Gyermekekkel házi mézeskolás díszítés, lovaskocsi viszi falusétára a kedves vendégeket. Mindenkit sok szeretettel várnak. Adventi esték Lesence Istvánon. December 14-én szombaton 16 órától karácsony és a mindennapjaink gondolatait megosztja Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. Köszöntőt mond Tóth Csaba polgármester. Közreműködnek a Lesence Istvándi Egyházi Ifjúsági Kiskórus, Monostorisára, Csellón, Polgár Zsófia Zongorán. Helyszín a Szent Jakab Római Katolikus Templom. December 22-én vasárnap 17 órától mindenki karácsonya ünnepség. Közreműködnek a Százholdas Pagony óvoda óvodásai, Lesencevölgye Völgye Alsó Takozatos Tanulói, a Vörös Kereszt Helyi Szervezete, Lesence Istvándi Csillagok, a 392-es számú Lesence cserkészcsapat, Csapat, Lesence Istvándi Egyház Ifjúsági Kiskorusa, a helyszín a Kultúrház. Lucabuli december 14-én az Ábrámhegyi Művelési Házban. A rendezvény keretén belül forralt főző és pogácsasütő versenyt hirdetnek. A forralt bor főzésére jelentkezni a helyszínen lehet minimum 5 liter bor saját recept szerinti elkészítésével. A forralt 17 órára kell elkészülnie. A pogácsasütő versenyre egy tápogácsával lehet nevezni, szintén legkésőbb 17 óráig. Az első három legjobb forralt bor és pogácsa készítője jutalomban részesül. A Luca Bulina vendégeket egy tányér vaddisznó pörkölteli szeretettel várják. A forralt bor és a pörkölt kóstolása ingyenes. A muzsikáról Sánta Géza gondoskodik, szeretettel vár mindenkit, Ábrám egy község önkormányzata. Szigligeten az ünnepi készülődés egyében ismét karácsonyfát állítanak a Balatonba. A tavalyi évhez hasonlóan az újévi csobbanás szervezői december 24-én 13 órakor a Szigligeti strandon ismét földőruhára vetkőznek és beviszik a feldizített karácsonyfát a Balatonba, melyet a szervezők elképzelése szerint 2014. január 1-én az újévi csobbanás alkalmával fogják a résztvevők kihozni a vízből. A gyermekek számára december 24-e a várakozás egyében telik, ezért 13 órak és 15 óra között a szervezők karácsonyi hangulatot varázsolnak a strandra, akik elsősorban a kisgyermekes szülőket várják ezen a délután. A strandon hangszórókból karácsonyi dalok szólnak, a szervezők a gyermekeket állatsimogatóval, kakaóval, meleg teával várják. Engedjék meg, hogy magam és a Stáb nevében békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánjak önöknek, viszontlátásra!